50. házassági évfordulót ünnepeltek, pszichoaktív anyaggal kereskedett, egyszerűsödik a közmű átíratás, jótékonysági kerékpártúra a koraszülöttekért. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 16-án 18 óra 5 perckor. Karas Lajos és felesége Tóth Julianna 1972. november 11-én Tégláson mondta ki a boldogító igent, melyet most 50 évvel később a karcagi református nagy templomban megerősítettek nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes előtt. Az aranylakodalom alkalmából Szepesi Tibor polgármester emléklappal köszöntötte az ifjú párt. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívást, hogy jelen lehetek ezen a nyugdíj ünnepségen. És meg is lepődtem, hiszen nekem megvallom őszintén életemben először adatik meg az, hogy egy 50 éves házassági évfordulón jelen lehetek, ami családunkban eddig sajnos, hogy ez nem adatott meg, és külön megtiszteltetés az, hogy itt lehetek ezen a mai rendezvényen. És amikor felkértek, akkor azon gondolkoztam, hogy mit is mondhatok én, aki éppen, hogy elmondtam 50 éves egy olyan házaspárnak, aki 50 éve ismeri egymást, és egy ilyen szép és sikeres család áll a hátunk mögött. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, és engedjék meg, hogy Karcagváros önkormányzata nevében egy emléklapot adjak át a mai rendezvényel kapcsolatban, és kívánjak nagyon sok boldogságot még családjuk körében, nagyon jó egészséget, és hát remélem, hogy ahogy Esperes úr is fogalmazott, a család teljes egésze Karcagokban, Karcagon fog munkálkodni, és köszönjük szépen önöknek is azt a sok-sok szépet, jót, tevékenységet, hiszen valamikori kollégaként is köszönhetjük egymást, úgyhogy kívánok nagyon boldog éveket, sok-sok unokát, dédunokát, jó egészséget. A házaspárral együtt ünnepeltek a templomban gyermekeik, Lajos, Elvira és Judit, valamint a hat unokájuk, Lajos, Ákos, Gergő, Lola, Lara és Lili. A szeretet soha előre múlik. Olyan jó látni őket. Sugárzik előttől a szeretet. 3100 évvel ezelőtti történet ma megismétlődik. Együgyé vált életről, életsorsról lehet most Isten előtt vallani. De azért tudtam ezt a 3100 évvel ezelőtti történetet fölidézni önöknek a mai napon, mert fennmaradt. Hogy maradhatott fenn? Úgy, hogy az utódok annak a régi döntésnek, hogy két életsors összefonódott, annak az áldását megtapasztalták és tovább vitték. Tovább adták. Nemzedékről nemzedékre. Jó pedagógusok voltak azok a régi emberek. Most is van jó néhány jó pedagógus. Odaérték ugyanis az, hogy mennyi áldás van abból, hogy együré tartoznak és közös minden teher, jó és rossz. Odaérték olyan erővel, hogy azt akartam mindenki tovább vinni. Én azt látom, hogy az önök családja is erős. Nem csak az önök házassága. Összetartó és együré tartozik. Ez is Isten ajándéka. Az önök Istentől kapott gyermekei, Lajos, Elvira és Judit, menjünk elégedni, Szilveszter, aztán unokák, Lajos, Ákos, Gergő, Lola, Lara és Lili. Higgyék el, hogy ezt a meghatározó példát, amit önök 50 éve élnek, azt ha tudják, ha nem, már régen a szívükben is tudják, és ők is mit szeretnének. És ahogy a 3100 éves történet fennmaradt, úgy az önök története is fenn fog maradni. Mert a jó példa az nagyon aranyos.
S mi a hosszú házasság titka? Karas Lajos és felesége Tóth Julianna szerint három szóban összefoglalható. Szerelem, szeretet és megbecsülés. Ha ez a három megvan, akkor az 50, de akár a 70 év együttélés is simán elmegy, vallják. A karcagi nyomozók a kunhegyesi férfit új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel gyanúsítják. A karcagi rendőrkapitányság kereskedéssel elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet elkövetése miatt folytat nyomozást egy 33 éves kunhegyesi férfi ellen. A megalapozott gyanú szerint a jogsértő 2022. augusztus 10-e és november 23-a között a környező településeken élők részére rendszeresen értékesített új pszichoaktív anyagot. A rendőrök a több helyszínen végrehajtott kutatás során vagyon visszaszerzési tevékenység keretében több mint 1 millió forint készpénzt, gépjárművet, műszaki cikkeket foglaltak le. A nyomozók fegyvernek látszó tárgyat, forgótárat, gázpatront, gumilövedéket, továbbá kristályos anyagot és növényi törmelékeket is találtak a kutatás alkalmával, melyek szakértői vizsgálata folyamatban van. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. Tovább egyszerűsíti és gyorsítja az ügyintézést a kormány, ugyanis az e bejelentőn januártól az ország minden áram, gáz, víz és távhőszolgáltatója felé egy helyen online kérvényezhető a közmű átiratás, vagy bejelenthetők a személyes adatok változásai. Jövő év nyarától pedig a telefon, televízió és internet szolgáltatók is csatlakoznak az e bejelentőhöz, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényjavaslatot. Az ebejelentő.gov.hu oldalon elérhető ingyenes szolgáltatásnak köszönhetően ezúttal nem szükséges minden közmű és telekommunikációs céget külön-külön felkeresni az adatváltozások bejelentése miatt, így rengeteg utánajárás és sorbaállás takarítható meg. A kormány több mint 10 éve megkezdett bürokrácia csökkentési programjának újabb mérföldköve az évelején elindult ingyenes ebejelentő szolgáltatás, amely már nem csak a közigazgatás ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit, hanem a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. A korábban minden alkalommal külön-külön többnyire személyesen kellett a szolgáltatóknál intézni az olyan bejelentéseket, mint például a házasságkötésből, tudományos fokozat megszerzéséből adódó névváltoztatást, a lakcím vagy kapcsolattartási adatok megváltoztatását, okmánycserékből adódó változásokat, illetve a tulajdonosváltásból, öröklésből vagy bérbeadásból fakadó közműátírást. Ez jelentős fáradtsággal, összesen akár 5-10 óra utazással és várakozással jár családonként, akár 4-8 szolgáltatónál. Mára azonban az ingyenes e-bejelentő szolgáltatásnak hála az ügyfelek az otthon kényelméből az e-bejelentő.gov.hu internetes oldalon keresztül, vagy bármelyik kormányablakban egyszerűen bejelenthetik adatváltozásaikat ügyfélkapus regisztrációjukkal. Az év eleje óta szerzett kedvező tapasztalatok figyelembevételével megalkotott új jogszabály révén az e-bejelentő kibővül minden olyan magyarországi áram, gáz, víz és távhőszolgáltatóval, amelyek eddig nem csatlakoztak. Ezáltal az ország minden egyes településén teljes körűen elérhetővé válik a szolgáltatás. Az e-bejelentővel nem csak az állampolgárok adminisztrációs terhei csökkennek, hanem a közműcégek 2023 nyarától pedig a telekommunikációs vállalatok számára is megtakarítást eredményez. Az adatváltozás kezelő rendszerbe eddig több mint 58 ezeren regisztráltak, olvasható a Karcag Televízióhoz eljuttatott miniszterelnökségi közleményben. Újabb jótékony akciójában 1000 kilométert vállalt be két keréken Labonc Sándor a koraszülött és újszülött babákért. Mivel Labonc Sándor is koraszülött volt, ezért fontos számára a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány munkájának segítése. Agyannó úgy fogalmazódott meg bennünk és bennem, hogy milyen jó lenne még ebben az évben egy jótékony megmozdulást ugye megvalósítani. Munkahelyem és munkatársaim nagyon segítőkészek voltak ezzel kapcsolatosan, így aztán ugye plusz motivációt is kaptam ezáltal, hogy egy olyan csapat, majd hogy nem egy család tagja lehetek, akik ugye mindenben az ember segítik és mögötte állnak.
Ez a jótékonysági kerékpár túra ugye a koraszülöttekért lett megrendezve, tehát hogy nekik próbáltunk és próbálunk segíteni. Jó magam is érintett vagyok olyan tekintetben, hogy én is koraszülött voltam annó, így aztán ugye engem is testközelből érintett ez a dolog. Önmagában ez a jótékonysági kerékpár túra, teljesítménytúra, ez úgy nézett ki, hogy a Kékestetőre kerékpároztam el háromszor Karcagról, háromszor oda-vissza, és a tervben az volt, hogy ha még maradt szufla és egy kis energia, és az égiek is, ha engedik, akkor ugye megcélozzuk ugye az 1000 kilométert. Ez szerencsére meg is valósult, tehát így sikerült egy szuszra. Hát 42 óra hosszás ébrenléttel és 35 óra hosszás nettó kerékpározással megvalósítani ezt az 1000 kilométert. Jelenlegi információm szerint közel 600 ezer forintot sikerült összegyűjteni, és hát ennek nagyon örülök, ugye ez borzasztó nagy segítség lesz majd az alapítványnak. És hát igen, ez a melegséggel és jó érzéssel tölt el az embert, hogy ez ilyen sikeresen megvalósult. Nagyon örültek neki, még nem sikerült velük ugye azóta konkrétan személyesen találkoznom, de nyilvánvaló, ez csak időkérdése, és fogunk személyesen is találkozni. Megkeresésünkre is nagyon pozitívan álltak ehhez a dologhoz, az első perctől kezdve nyitottak voltak és segítőkészek. Bár nem volt könnyű a folyamatos kerékpározás a változó terepen, az alföldi síktájról a hegyekbe. De Labonc Sándor nem ismer akadályokat, ha segítségnyújtásról van szó. Nyilván ugye nagyon sok tényezőből áll ez a dolog, hogy kiért és miért zajlik, kik vannak a háttérben. Tehát adott esemény megvalósításának érdekében ugye mindenki oda teszi magát és próbálja a maximumot nyújtani. Akár szervezésben, akár ugye jótékonykodás szempontjából, tehát úgy gondolom, hogy ezek között nem lehet mérlegre tenni, hogy mikor, miért és hogy sikerült. Ígéri Labonc Sándor, aki most kicsit leteszi a kerékpárt és az apai szerepét erősíti, hiszen heteken belül megszületik második gyermeke, akit nagyon vár már feleségével. Nagyon sok ötletem és tervem van, nyilvánvaló, hogy ugye az élet maga az, ami diktál, tehát ember tervez. Majd meglátjuk, hogy mit sikerül összehozni. Nyilván ugye a magánéletre próbál az ember leginkább összpontosítani, és amellett megvalósítani ezeket a dolgokat. Tehát előre kijelenteni ugye nagy merészség volna bármit is, így fejben ugye az ember tervez, és aztán adott alkalommal megvalósítja, hogyha sikerül. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!